Sziasztok! Köszöntünk mindenkit itt a rakparton, a Vajó viaduktban. Köszönjük, hogy ennyien eljöttetek. Ez itt a Trust Your Architect kerekasztal beszélgetés sorozat nyári különkiadása. Hallani engem jól, ugye? Oké. És hát stílszerűen a rakpartról fogunk beszélgetni, annak egy kicsit a történetéről, jövőjéről, azokról a folyamatokról, amik most itt történnek. Én a Kék munkatársa vagyok, Verg Zsuzsinak hívnak, és akkor bemutatnám a mai kerekasztal résztvevőket. Lohász Cili a Vajó alapítója és egyik fő munkatársa, Erő Zoltán építész, urbanista, Budapest főépítésze, és Fonyódi Marian építész, a BME urbanisztika tanszék egyetemi docense, az MC16 építészműterem munkatársa. És akkor az lenne hozzátok az első kérdésem, így bemelegítésként, hogy mi az első emléketek a rakpartról, illetve hogy milyen formában foglalkoztatok már vele, vagy foglalkoztok most vele? Persze. Én is üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy ilyen sokan összejöttünk. Nekem az első emlékem az nem biztos, hogy saját emlék, lehet, hogy csak a családi fotókon látom azt, és azért emlékszem rá, de hát a 64-65-ös nagy árvíz, amikor ugye jöttünk Dunát nézni, és itt tolongott mindenki a partokon, hogy lássa azt a zárhullámot, ami akkor egy ilyen nyár elejé, tehát egy zöld ár volt, és biztos, hogy ez az egyik élményem, hogy a Duna vad. De aztán voltak családdal evezni, voltunk sokat római parton, tehát a szelid oldalát is ezért láttam, megkaptam. Na, nekem idő kellett, hogy visszagondoljak, én is üdvözlök mindenkit, és nekem a legkorábbi emlékem az egy 80-as években egy augusztus 20-a, amikor ott a Batthyány tér és a Döbrentei tér között vonult fel a nép, és akkor volt mindenféle vízi parádé a Duna felett, és akkor engem, mint óvodás kisgyereket oda kivittek, és gyakorlatilag akkor ez volt a legközelebbi helyszín, ahol én, mint gyerek is a Dunához közel juthattam. Üdvözlök én is mindenkit. Ez azért nagyon vicces, mert én is egy augusztus 20-ával akartam kezdeni, de akkor mondok egy másikat. Ez 96-97 időszakában volt. A túlparton, a Lánchídnál van egy nagyon picike kis vízmérceház, nem tudom, hogy valaki ismeri-e. És ez a Közép-Dunavölgy vízügyi igazgatóságnak akkor még egy teljesen élő mérőállomása volt, és egy Császári Gábor nevű médiaművész kitalálta, hogy minden hét fönn 7 órakor, amikor a papírt cserélik, akkor egy új műalkotás kerül be, és 96-97-ben én voltam az igazgatója ennek a világ legkisebb galériájának, ami azt jelentette, hogy minden hétfőn 7 órakor ott találkoztunk a művésszel és a rendszeres közönséggel, akik ott voltak, ez egy ilyen rítus volt. Átsétáltunk a vigadóhoz, leolvastuk a vízállást, visszasétáltunk, beállítottuk azt a kis tűt a megfelelő helyre, föltettük a papírt, ami addigra már ugye meg volt rajzolva, elő volt készítve, és egész héten lehetett nézni, hogy éppen hogy bújik elő egy műalkotás ezen a lassan-lassan egy hét alatt forgó dobon, és nekem ez egy ilyen nagyon kedves emlék. Oké, és akkor szeretném, hogyha beszélnénk egy kicsit a rakpart történetéről. Nyilván most nem tudjuk ezt teljes egészében kivesézni, mert gyakorlatilag a rakpart története szinte egyidős a város történetéből. De mégis mi az a korszak vagy folyamatváltozás, amit kiemelnétek, vagy ami mindenképpen fontos ahhoz, hogy megértsük azt, hogy most milyen helyzetben van a rakpart?
mi, amikor megértettük a rakpartnak a lényegét, akkor az a, mert foglalkoztunk valamikor a 2000-es évek elején a rakpartokkal, és arra jöttünk rá, hogy az egy nagyon szimbolikus lépés, hogy a 1873-ban a városegyesítést követően kezdtek kiépülni a rakpartok a hidakig, hidak között, tehát a Lánchíd volt az első kis szakasz, a Lánchídtól a Margit Hídig a második, akkor elindultak délre. És hogyha Budapest térképére gondolunk, ez olyan, mint egy cipzár. Hogy ezzel a cipzárral, ahogy kiépült a rakpart a korábbi fövenyes gazdasági udvarból, hátsó udvarból, rakodó, tényleg rakodó funkciókból egy elegáns főutcává, hát ez magának a városegyesítésnek is egy szimbólum. Mindig szoktam mondani, hogy az, hogy átfordult a főváros a Duna fele, és a Dunára néző homlokzatok lettek a legértékesebbek. Korábban ugye a főutcában volt a főutca, Molnár utcában volt egy járható utca, a Dunapartok, tényleg itt a Belgrád rakparton a cserző vargáknak a legbüdösebb hátsó udvarai voltak, halászszállókat szárítottak. Ez fordult át egy fő homlokzatává a városnak, úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos pillanat. Én egy másik korszakot fogok mondani, és egy másik területet, ami pontosabban nagyon hasonló korszakot, csak egy másik területét a városnak, ami azt gondolom, hogy nagyon meghatározó a városban, hogy szintén a városegyesítés időszaka utáni időszakhoz kapcsolódik, amikor Budapest egy vámunió miatt egy olyan kivételes adóhelyzetben volt, amikor gyakorlatilag itt volt érdemes a monarchiában őröltetni a gabonát, és tulajdonképpen ez volt az, ami megalapozta Budapestnek azt a fantasztikus épített környezetét is, nem közvetlenül, hanem azzal a tőkével, amit megtermelt ez a sok malom. Azt gondolom, hogy ez egy különleges időszak, és még mindig áll néhány különleges nagy malom, amik borzasztóan pusztulnak, néha fölgyulladnak maguktól, néha összedőlnek, tehát mindenfélék történnek, de még mindig nagyon különleges, és azt gondolom ferencvárosiként, hogy ez egy fontos kincs, és szintén a rakparthoz hozzátartozik. A bálna is egy ilyen malom volt például, igaz? Hát nem malom volt, hanem raktár volt. Igen. Hát én egy kortárs példát hoznék, ami szerintem fontos, pont csak amiatt is, hogy egy ilyen jelenleg aktív civil szervezetet képviselek, hogy mi, mikor elkezdtünk 15 évvel ezelőtt dolgozni, akkor az teljesen tabu volt, hogy ezt a védműön bármilyen növényt lehetne telepíteni, és szerintem az, hogy két évvel ezelőtt az Antal József rakpartra, tehát hogy a Margit híd melletti részre 34 tölgyfát elültettek, az egy nagyon nagy korszakváltást mutat a belvárosi rakparti életben. Illetve, hogy most is itt fákat ültetnek, azért van feltúrva jelenleg a rakpart. Igen, ehhez, hogyha szabad kiegészítésként hozzátenném, hogy ez egy hirtelen elhatározással jött ennek a pár fának a telepítése, mert ugye van, az évelején összenéztük a rövid távú terveket, hogy idén is lesz rakpart megnyitás, a hosszú távú terveket, hogy a hosszú időszakon keresztül milyen fejlesztéseket képzelnénk, és rájöttünk arra, hogy van olyan zöld felület kialakítás, ami előre hozható, tehát amivel nem kell megvárni azt, hogy itt az egész rakpartra tender legyen kiírva, az egész rakpartra meg legyen a pénz, hogy újra legyen kövezve, hogy be legyen zöldítve, hanem 8 ilyen szigetbe a főkert már most el tudja ültetni azokat a fákat, amik 10 év múlva már 10 évesek lesznek, és vagy még idősebbek, mert ugye nem csemetét fognak ültetni eleve, és ezzel előbb jutunk ahhoz az árnyékhoz, amiről mindenki tudja már, hogy a mi rakpartunknak az egyik legfontosabb kelléke kéne legyen. És akkor még egy kicsit a rakpart történeténél maradva, ugye gyakorlatilag
szerintem egy csomóan nem is tudjuk, hogy eredetileg miért volt, vagyis nyilván a nevéből adódóan, igen, ezt mondjuk itt rakodásra használták, tehát hogy valamilyen teherforgalom zajlott itt, de mondjuk ugye az például később ezek a teherkikötők, ha jól tudom, Cseperre kerültek ki. Illetve ugye ezt most nehéz elképzelni, de ez ugye régen elvileg egy ilyen korzózható sétány volt, de például ez azzal szűnt meg, hogy jöttek az autók, vagy valahol vinni kellett a villamost, illetve ugye tudjuk, hogy itt piacok voltak, amit most szintén nehéz elképzelni, hogy egy csomó szabadtéri piac, és ez például azzal szűnt meg, hogy mondjuk jöttek a vásárcsarnokok, és akkor minden bekerült épületekbe, tehát hogy kicsit ez a funkcióváltás dolog érdekel, hogy mi miért tört. Kezdem akkor én, vagy igen. Szerintem ezt ketté kell választani, ezt a dolgot, ezt a rakpartnak azt a fajta funkcióját, amikor ez a kiskereskedelem, az élelmiszer érkezik meg. Tehát délről ugye jönnek fel a búza, a termények, a piacozók, de még északról is, ugye mondjuk Nagymaroson például a szőlős gazdák hozzák le a szőlőt, és itt adják el. Tehát van ez az élelmiszer és ez a kiskereskedelem, és van az, ami az iparhoz kötődik, és tulajdonképpen ami Csepelen van, az bizonyos értelemben sosem volt itt, tehát az a típusú rakpart. Hogy miért szűnt meg a maga a piacozás, nagyon sokáig párhuzamosan volt a vásárcsarnokokkal, tehát hogy ahogy tulajdonképpen ma is, hogyha bemegy az ember a vásárcsarnokba, akkor a hátsó részen ki van alakítva őstermelőknek hely, csak már egyre kevesebb az őstermelő. Tehát hogy igazából ez még nagyon sokáig párhuzamosan történt, és azt gondolom, hogy leginkább valóban egy kicsit a kereskedelem átalakulása miatt történt a változás, de nem a vásárcsarnokok megjelenésével, hanem később. Az autók azok nagyon sokáig nem jelentek meg a rakparton, hiszen az 50-es években még mutatóban volt csak valakinek autója, de akkor már sokkal kevésbé volt intenzív ez a... Néhol voltak még ilyen piacos helyek, de egyébként már akkor is már inkább csak közlekedésre használták. Igen, maga a történet az persze sokkal összetettebb, mert a rakpartok egyes szakaszainak is más volt a sorsa. Tudjuk, hogy az újpesti rakpart, tehát a Margit hídtól északra lévő rész, a város építőipar, építőanyag telepe volt. Tehát egyébként pont a Fortepánnak köszönhetően ismerjük azt a rengeteg képet most már, hogy használták ezt. Ilyen keskeny egyszál deszkapallókon tolták ki Talicskában a téglát a dunai hajókból, fatelepek voltak, különböző szakmáknak feldolgozó üzemeik, tehát a városnak az építőanyag ellátását a Duna így tudta biztosítani. De akkor a forgalom keresztbe ment a rakpartokon, tehát a Duna és a raktárak között. Ez volt a főirány. Hosszába senki nem akart menni a rakpartokon, mert nem az volt a cél, hanem a hátországnak a kiszolgálása. De mégis azért egy dolgot még nem mondtunk, hogy a rakpartok igazából árvízvédelmi művek. Tehát ez a fal, ez egy gát. Ez védi Pestet attól, hogy elöntse a Duna. És amikor ez így elkészült az előbb említett korszakban, tehát a 1000 kiegyezés után, városegyesítés utáni időszakban, akkor ez az ország egyik legnagyobb vízügyi beruházása volt, mert még 1876-ban is, sőt, azt hiszem 91-ben is, amikor még nem volt egészen befejezve ez az árvízvédelmi mű, elöntötte a várost a Duna, és vannak képek, ahol a főutcán csónakon ladikáznak, vannak képek, ahol itt a Várbazár előtti szakaszon önt ki a víz, és ez nagyjából egyidős azzal, amikor kezdik föltölteni a tereket, tehát megemelik az egész városnak a szintjét, ezért vannak ma a lesüllyedt házak, ugye a Batthyány téren ismerünk ilyet, más helyeken is, még a Józsefvárosban is van ilyen valahol, mert föl kellett tölteni, hogy az árvízvédelmi mögött az új védelmi szinten terüljön el a város. Tehát ez az egyik legfontosabb oka, és ezért
olyan szigorúak vele a gazdái, mert ugye fát is csak úgy lehet telepíteni, hogyha nem beszélyezteti ezt a lépcsős rendszerű falat. Mint elhangzott, ez egy nagyon komplex folyamat volt, hogy így 150 éven át milyen funkcióváltás volt. Az egyik nagyon fontos eleme az az, hogy gyakorlatilag a hajózás, áruszállítást átvette a vasút, meg aztán később az autó és teherautóforgalom, tehát gyakorlatilag emiatt úgymond kopott ki az, hogy kevesebb áru érkezett a Dunán keresztül a városba. Szóval, hogyha így megnézzük a nagy trendet, akkor gyakorlatilag ez a váltás, ami minden városban és a teljes áruszállításban lejátszódott a 20. században, ez annak a nem tudom én, lassú következménye. És egyébként ami nagyon izgalmas, az az, hogy így az ember szállítás hogy alakult így a Dunán, mert hogy ugye a 19. század végén egyébként még egy nagyon fontos funkciója volt a Dunának, hogy Pestről Budára, kis ladikokon meg hajókon kellett átkelni, és aztán a hidak megépítésével, ahogy fokozatosan 10-20 évente jött egy új híd, akkor gyakorlatilag megint így elemelkedtek az emberek a Dunától, és előtte ugye közvetlen kapcsolat volt, mert itt a Fortepán könyvben is van egy-két kép, hogy ilyen kis ladikokon mennek át a belvárosba. És ugye ez mind gyakorlatilag ez az árvízvédelem, védelmi funkció, ez az, ami így, hát most ha így radikálisan fogalmazok, hogy így elszakította végül is így a vizet a városlakóktól, meg a várostól, hogy több ilyen, ezek mind ilyen protektív védelmi folyamatok voltak, amit most kell újra gondolnunk, hogy ezeket hogy lehet fellazítani ahhoz, hogy újra visszakerüljön a város életébe. Még arról a pillanatról, amikor elkezdik hosszába használni az autók, ez valóban a 60-as évek végén volt. Tudni kell, hogy sokkal a felső rakpart és az alsó között sokkal több ilyen kis előreugró lépcső volt a túloldalon is. Sőt, voltak ilyen nagy felhajtó rámpák is több helyen, mint ahol ma látjuk őket. Ezeket a 60-as évek során borotválták vissza, hogy elférjen rajta az útpálya. És egy nagyon jellegzetes látvány volt a 70-es, 80-as évek során, amikor ugye a lakásépítési boom volt Budapesten, egy évben 16 ezer lakást építettek, szóval nagyon komoly számok voltak a maiakhoz képest, és bármikor kinéztünk a rakpartra, biztos, hogy egy nyerges vontató épületpaneleket szállított valahol, mert az óbudai házgyárból csepeli építkezése, meg mindenféle helyszínekre a legegyszerűbb volt ezekkel a böszben nagy kocsikkal a rakparton végig menni. Úgyhogy ez is az építőanyagiparhoz tartozik egy kicsit. De a rakpartokról még egy epizódot azért fel kell idézni, hogy itt a Lánchíd környékén volt az az első kikötőváros, amit aztán ugye most a Csepelen találunk, tehát a Lánchíd Pesti híd fője, az közel sem volt szép és rendezett. Ez barakkoknak és raktárházaknak egy ilyen kikötő udvara volt, és hogyha jól tudom, valahova odaérkezett meg a bécsi hajó is. Tehát amikor azt tudjuk az általános iskolai tanulmányainkból, hogy Kossuth Pozsonyból hajón érkezett március 14-én a forradalom hírére, és a pécsi forradalom hírével, és az itteni ifjak várták, az valahol a Lánchídnál lehetett, de akkor ez hát Pestnek a legfontosabb megközelítési útvonala volt, mert ugyan már volt éppenséggel vonat, de az csak Váci jár. Tehát hajózás, ahogy hogy mondtad az előbb, hogy a vonat megjelenéséig a teherfuvarozásban nagyon ugyanígy a személyforgalomban is alakult. És
akkor ha már szóba jött a viadukt, meg úgyis itt ülünk, ugye előbb Zoli, te említetted, hogy tulajdonképpen akkor ezek a falak árvízvédelmi funkciót is ellátnak, de ezen felül mire használták régen a viaduktot? Mióta vannak gyakorlatilag zárva, és lesz valami jövőjük? Nyilván ez most egy ilyen tök jó kezdeményezés, hogy legalább így nyáron ilyen pop-up módon ki tudjuk használni, de ezen felül mi fog itt történni? Én majd Zolik kiegészítesz, mert tavaly csináltunk ide egy ilyen viadukt történeti kiállítást, és én nem állítom, hogy teljes spektrumot le tudom fedni, úgyhogy majd kérem, hogy egészítsetek ki, de hogy ilyen nagyon röviden az elején itt különféle ilyen, hát a akkori kikötőnek ilyen háttér helyszínei voltak, amiben volt halászlé, főző, kocsma, raktár, szóval, hogy amit kell egy kikötőben, háttér, különböző vendéglátó egységek volt, az fodrász is, tehát, hogy arra is szükség volt. Egyébként azt jó lenne most is nyitni. És aztán ez gyakorlatilag a második világháború után lett az, hogy lezárták ezeket a viaduktokat, és akkor azóta ez itt így van egy ilyen üres térként tavaly előttig. Röviden. De hát nagyon szerencsések vagyunk, akik mostan itt nézhetjük, mert a legjobb innen lehet elképzelni, hogy ez hogy is keletkezett. Ahogy mondtam, ez a kőfal, ez elkészült mondjuk az 1870-es évek végén, 80-as évek elején, de akkor még nem volt villamos közlekedés. De a korzó, a szállodasor is elkészült, és itt már nem akarták, nem lehetett, nem volt elég hely a villamos számára, ezért egy hidat építettek. Ugye ezt azért hívják viaduktnak, mert ez hosszában egy híd, ez nem így keresztben viadukt, hanem ez hosszában egy lábakon álló híd. Ennél jobban nem lehet látni, hogyha kívülről nézzük, mert ugye zárva vannak az ajtók. És való igaz, hogy itt volt egy hatalmas nagy kerthelységes étterem, és való igaz, hogy kapcsolatban volt a felső korzóval, de azért nem úgy kell elképzelni, hogy itt korzóztak lent a hölgyek, azok fönt korzóztak, mert ez azért egy hát rakodó terület volt, nem volt különösebben gyalog sétány. Amit viszont tudni kell, ugye, hogy ezt mindig elönti a víz, tehát azok a hatalmas kerek lukak ott a színes ablakok alatt, azok azért vannak, hogy a víz ki tudjon folyni, amikor a Duna visszahúzódik. Tehát ezeket a helységeket simán el tudja önteni. Ezért itt a világítás is egy ilyen ideiglenes rendszer. Ezt le kell építeni, le kell bontani, amikor árvízvédelmi jelzés érkezik. Tehát ez... Itt azért nem találunk reprezentatív éttermeket, mert hát itt minden egy folyamat. Nincs az a biztosító, aki erre biztosítást kell. Igen, meg ezt múltkor tudtam meg, hogy elvileg, ami itt van, por, az is részben itt az iszap maradvány, gyakorlatilag amikor visszamegy. De a mostani decemberi árvízbe is befolyt a víz, tehát hogy körülbelül azoknak az ablakoknak a háromnegyedéig volt víz, úgyhogy itt nagyon szép ilyen hullámos homokot fotóztunk decemberben. Hát azt igen, kitakarítottuk. Igen. Igen, ezt mindig utána meg kell csinálni. És akkor még majd visszatérünk mindenképpen ide a belvárosi szakaszhoz, de ha már itt a szakaszról szól a könyv. Így egy kicsit beszéljünk azokról a részekről, hogy mint mondjuk Római part, Kopaszigát, vagy akár a Cseperi szakasz, hogy ott jól használják most ki azokat a területeket, vagy egyáltalán merre felé megy, mi a különbség és mi a hasonlóság mondjuk a belvárosi szakaszban ilyen funkcióváltás szempontjából? Köszönöm.
Hát nagyon változatos, hogy mennyire úgymond felkapott, mennyire látogatott egy-egy szakasza. Nyilván a római a leghíresebb része az egész budapesti Dunapart, gyakorlatilag ugye az volt, a római volt az egyetlen olyan hely, ahol ilyen nagyon-nagyon intenzív használata van a Dunapartnak. A kenó, csónak élet nagyon hosszú ideig, tehát életben volt, egyébként túl is élte ezt a 73-ban, amikor betiltották a fürdést, akkor nagyon megváltozott az egész Dunához való viszony a városba, és a római volt az, ahol azért így mégiscsak fent ott maradni ez a, nem tudom én, romantikus, fás, kellemes hangulat. Úgyhogy, és ott egy ilyen nagyon fontos folyamat indult el, ugye, amiatt, hogy végül is a gát az jelenleg úgy néz ki, hogy nem épül meg a parton. Úgyhogy az egy ilyen elég hát jó példa, és egyébként nagyon egyedi is, tehát hogy nagyon sok nagyvárosban nincs ilyen hosszú viszonylag természetes szakasz, mint Budapesten. Szóval ez majd egyébként nem tudom, erre ki tudtok térni, hogy ez hogy alakult. Tehát ez olyan, mint Gemenc kb., hogy amúgy sehol nincs ekkora ártéri erdő a Duna mellett, hanem ott is az volt, hogy a földes úrral nem sikerült megegyezni, és ezért mégiscsak máshol építették meg a gátat, és ezért maradt meg az egyik legnagyobb ártéri erdő a Duna mellett. Szóval úgy hogy a rómainál, hogy ott lett a gát. És akkor hát nagyon diverzek itt a dolgok, a Kopaszigátról, hát szerintem arról beszéljünk majd külön, hogy ki mit gondol róla. És amiben mi foglalkozunk most, mint Vajó, az a 11. kerületnek különböző részei, az Albert falva szakaszon, ez az árasztópartnak nevezett rész, azt nem tudom, hogy mennyire ismeri itt a hallgatóság, az egy elég kieső része a Dunapartnak, gyakorlatilag tehát a Kondorosi út magasságában, a Kondorosi út bemegy a Dunába, ott van egy árvízvédelmi terület, tehát egy gáton megy felül a bicikliút, és a gát és a Duna közötti szakaszon van ugye ez a két rézsű. És ez a középső platform, ami egyébként ezzel a rakpart szintjével van körülbelül 10-15 centi, kb. Ugyanolyan magasságban. Ez is egy olyan terület volt, amit régen így azt mondták, hogy ott semmit nem lehet csinálni, mert hogy néha elönti a Duna, és ezt is négy éve van most egy folyamat, hogy oda kitettünk ilyen ülőbútorokat, és egy ilyen kis parkként elkezdett működni, mert egyébként azt látják az FCM munkatársai is, meg a vízügyi szakemberek, hogy sokkal többször alacsony a Duna vízszintje, mint régen, bár néha jönnek nagyon nagy árvizek, és nagyon fura időben, tehát kicsit kiszámíthatatlanul, tehát nem csak a júniusi zöld ár van, meg egy téli árvíz, hanem most így hirtelen más időpontokban is tud árvíz lenni, de hogy sokkal ritkábban, mint régen. És ezért tulajdonképpen ők is nyitottabbak lettek, hogy az ilyen kicsit közepes szinten fekvő területeket bevonjuk a lakosság számára. Úgy mutatkoztam be, hogy ezzel a kis folyamat galériával foglalkoztam a Dunával, de valójában nagyon hosszú ideig foglalkoztam a Dunával, a BFVT-ben dolgoztam 10 évig, és a Dunaparti terveknek a nagy része az hozzám tartozott, és akkor, amikor 2015-ben a főváros megkapta a rakpartot egy ilyen 99 évre használatra, akkor elindult egy olyan, először csak vizsgálat, aztán egy ilyen hasznosítási tervezés, ami azzal foglalkozott, hogy melyik szakaszsal mit lehetne kezdeni, és egy olyan szemlélettel próbáltunk fordulni a Dunához, nem ezzel a szokásos fizikai szemlélettel, amikor az ember azt nézi, hogy hogyan lehet mondjuk térkövet vagy betont beépíteni valahová, hanem azt mondtuk, hogy a legfontosabb az a használat. És a használatokat kezdtük el nézni, és azokat a típusú használatokat, amik szervezettek, mondjuk egy tömegrendezvény, vagy spontának, vagy akár civil szervezettől jönnek, például amit ti csináltok, és elkezdtük nézni azt, hogy a Duna szakaszaiban melyik szakaszokra lehet olyan
ezeknek a használatoknak jó helyeket átadni, és én nagyon örülök, hogy ez a zárasztópart ez így elindult, mert ezt a szakaszt például már akkor ebben a tervben megjelöltük, hogy ez egy ilyen fontos olyan hely, ami azért jó, mert senkinek az érdekében akkor úgy nem volt, és hogy igazából ezek a helyek akkor tudnak jól működni egy civil kezdeményezésben, hogyha nem az lesz, hogy majd ti jól felértékelitek, aztán majd utána akkor majd jól elveszik tőletek, és mentek kiebb, hanem hogy azok a helyek, amik valóban olyan potenciálokkal rendelkeznek, jó adottságokkal a helyzetükből, de most még senkinek nem kellenek, és még talán még egy jó ideig nem kellenek, és ez a jó hír rész, a rossz hír, vagy ez is lehet, hogy jó hír, hogy erősen közelíti a város, egyre több fejlesztés indul arra felé, tehát hogy és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ma már olyan városfejlesztési trendek vannak, amik elkezdtek értékelni ezeket a fajta használatokat, és már nem az van, hogy akkor valaki feltétlenül le akarja nyúlni, hanem már a mainstream városfejlesztésbe is elkezdtek ezek beépülni, és reméljük, hogy itt a 2020-as években már az történik meg, hogy ez egy értéknövelő dolog, és elkezd együtt élni azzal, ahová tart ez a város. Mindazonáltal ez nem egy könnyű folyamat. Tehát ha a 11. kerületnél maradunk, ott a Budafoki úton épülnek újabb és újabb lakóegyüttesek, amelyek már lenyúlnak egészen a vízig. De a lakótelek és a vízpart között még van egy közterület. Na de ki építi ki hosszában azt a sétányt, amikor teljesen különböző időkben jutnak oda a gyárterületek, hogy átalakuljanak lakóparkká. Ugye a Galvani út vonalában, a Galvani híd tervezett híd főjénél is, hát valamiféle világvárosias arculatot kéne megvalósítani, ott most egy sóraktárt kerülgetünk, meg különböző ilyen ipari funkciókat. Valakinek ezt föl kell vállalni. Nyilván én vagyok Budapest főépítésze, tehát nagyjából tudom, hogy nekünk kéne fölvállalni, de abszolút nincsen pénzünk hozzá. És ezért mostan azt keressük, arra a 11. kerület főépítészével közösen, arra próbálunk valamiféle receptet, vagy valamiféle módszertant kidolgozni, hogyha mindenki megépít egy 100 méteres sétányt, az hogyan lesz egyforma? Tehát ezt régen sem így csinálták, ezeket a falakat sem telkenként építették, hanem egy kézzel hosszában. És hát azért arról mostan nem is beszélve, hogy ez ennek az időrendisége, tehát hogyha van 250 méteres sétányszakasz, de közte a harmadik az még bozót, akkor sem lehet átjárni. Tehát ez most lehet, hogy szegénységi bizonyítvány, de ez bizony komoly feltörést okoz nekünk, mert nincsen egybe annyi pénz, hogy egy elegáns vonalatot létrehozzunk, fölértékelve ezzel azokat a telkeket, amik amúgy is dunapartiak, nagyszerűek, tehát valahol erre ki kell majd találni a következő időszakban egy észszerű megoldás. A másik, amit szerettem volna még azért megemlíteni, mert azért ezt ennek el kell hangoznia, hogy hát 72-ben betiltották a fürdést, vagy 73-at mondtam, 73-ban, mert olyan rossz volt a vízminőség. Tehát azért tudni kell, hogy itt a rendszerváltásig, a létező szocializmusban a vízminőség védelme az nem csak Magyarországon, hanem a Duna vízgyűjtő területén, Szlovákiában sem volt egy magas prioritás, és amennyire én tudom, minden a vízminőségnek a romlása az a Zsolnai papírgyárnál kezdődött el, tehát a Vág völgyében már egy szennyezett víztömeg érkezett a Dunába. Lehet, hogy Ausztriából is érkezett mindenféle szennyeződés, ezt azért tudjuk, hogy ott sem szentek élnek feltétlenül, és ez elérte Budapestet. Budapest pedig nem volt egyáltalán szennyvízcsatorna szempontjából elkülönítve. És tulajdonképpen az elmúlt 15 évben jutottunk oda, hogy a budai oldal főgyűjtő csatornába van összefogva, és nem a Dunán folyik le Buda teljes szennyvízmennyisége. Tehát ez tényleg olyan volt, hogy itt a Gellért-hegy alatti oldalon nem köthettek ki hajók,
mert szabályosan büdösek lettek az ördögáraknak a befolyó szennyvizétől. Tehát ebben azért nagyon nagy lépés van. A zsolnai papírgyár sem szennyez már, és a szennyvíz is össze van fogva. Ahol még problémák vannak, ez a soroksári Dunák, de a soroksári Dunákról is beszélünk majd egyébként külön, mert az is egy nagy összizgalmas És akkor, ha már szóba jött a Dunában fürdés, ezzel kapcsolatban még az érdekelne, hogy szerintem egyrészt tök kevesen tudjuk, hogy régen konkrét Duna-medencék voltak, ha jól tudom, akkor itt a belvárosi szakaszon, akkor ugye mondtátok, hogy lehetett sokáig a római parton fürdeni, akkor ezek szerint 73-ban azt betiltották, ha jól értem, akkor a rossz vízminőség miatt. Az érdekelne még, hogy itt vajon az mennyire van akiként a köztudatban, hogy most már újra van annyira jó minőségű a Dunavíz, hogy akár lehetne újra fürdeni, illetve elvileg most valamilyen módon lehet is már a római parton, de pontosan hogyan, illetve vajon minek kell történnie, meg mennyi idő fog eltelni ahhoz, hogy majd újra itt mondjuk a belvárosi szakaszon is lehessen fürdeni? Most van egy projektünk, az a címe, hogy fürdésre kiválóan alkalmas, és még egy felkiáltó jel a végén. Szóval, hogy a rómain ugye gyakorlatilag naponta végeznek méréseket, és fel lehet menni az Óbudai Önkormányzat honlapjára, és ott minden nap feltöltik a jegyzőkönyvet, hogy megfelelő minőségű a Duna. Úgy általában amúgy jó a Duna vízminősége, de hogy egy strandot akkor lehet megnyitni, hogyha egyrészt megvannak bizonyos infrastruktúrális hátterei, mosdó, vízimentő, stb. Illetve, hogyha lehet rendszeresen mérni, és van már adat előtte, hogy itt valóban tényleg jó a Duna, mert azért van a Rákospatak, ahol befolyik, ott a mikrobiológusok szerint azért még nem teljesen jó minden, és ugye a nagy esőzésekkor nyáron is az ördögárok átbukik, tehát hogy bár be van vezetve de teljesen a szennyvíz, de a Szarvas térnél van egy ilyen áttemelő, aminél, hogyha nagyon nagy a csapadékmennyiség, akkor bejön a Dunába a gyakorlatilag a korábbi szennyvíz. Ezek egyébként viszonylag hamar levonulnak. Most a Gellért térnél hetente végzünk méréseket, ami ugye gyakorlatilag ez a Gellért téri kifolyó alatt van, és azt lehetett látni, hogy ott az árvíznél nagyon megugrott ez a baktériumoknak a száma, és most volt 2-3 ezer több nagy eső, úgyhogy ott most azért ilyenkor nagyon bezavar, de a hajógyári sziget tetején is mértünk meg egyébként az Antal József rakparton, ahol régen is volt egy ilyen fauszoda, és ott gyakorlatilag határérték alatt volt legtöbbször a mérésünk. Meg egyébként még a Hengermalom út végén mérünk, tehát a Kopaszigát alatt. A Kopaszigáton is van egy strand jelenleg, de az egyébként sajnos fizetős, úgymond teljesen illegálisan, mert nem lehetne, hogy lekerítenek egy szakaszt, ami fizetős. És alatta ugye ezen az újbudai sétány mellett mi úgy vizionáljuk, hogy ott egyébként egy nagyon szép sétány tud majd kialakulni, és hogy lehetne egy ennyire rekreációs övezet, hogy ott akár strandok is nyílnak. Szerintem az is nagyon izgalmas kérdés lehet, hogy nem csak a Dunában lehet úszni, hanem lehetne akár a Dunán is, ahogy például volt az úszástrand mondjuk 2009-ben, ami egy hihetetlenül menő kezdeményezés volt. Nem tudom, hogy valaki emlékszik-e az úszástrandra, igen. És hogy igazából az is nagyon izgalmas, amikor valami olyan dolog történik a Duna mellett, amikor az ember mondjuk fürödni nem tud, de megéli ezt a plázsélményt, és hogy ehhez azt gondolom, hogy fantasztikus az, ami Párizsban történik évről évre, ugye a 2000-es évek elejét kezdve ez a bizonyos Paris plázs, aminek egy nagyon rövid és kevésbé jó emlék, de nagyon izgalmas szakasza volt az, amikor itt pont a Margit hídtól északra is volt egy budapesti plázs, és én egyébként nagyon imádtam, tehát függetlenül attól, hogy közel sem volt olyan, mint a párizsi, de akkor egy kicsit azt éreztem, hogy na itt is történik valami olyan, ami történhet, és azt gondolom egyébként, hogy ez, ami itt most történik, még akkor is, hogyha nem fürdünk, de az, hogy ennyire közelíthetünk a Dunához, és vannak ezek a nyári élmények itt, az azt gondolom, hogy az a belvárosban is közel hozza ezt a plázsélményt. És
akkor még, hogyha a belvárosi szakasznál maradunk, ugye itt a látképnek szerves részei a gigászi és kevésbé hatalmas turistahajók. És gyakorlatilag ugye ez annyira régóta itt vannak, hogy szerintem már nem is, tehát hogy annyira alapvetőnek veszik, hogy igen, ők foglalják el a szakaszt, és nem is igazán tudjuk elképzelni, hogy ez mondjuk így nem feltétlenül oké, hogy ez nincs mindenhol így. Az érdekelne, hogy hogyan lesz-e ezzel kapcsolatban valami változás, illetve akkor itt behoznám a DÉSZ-t, ami a Dunaparti Építési Szabályzat, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy az micsoda, és ez hogyan függ össze például a turistahajó témával. Egy picit beszélt. Pont az az építész iroda, amit az előbb építész várostervező iroda, amit az előbb említettem, az a fővárosnak a várostervező irodája, ez a BFVT, az, amelyik ezt a DÉSZ-t, a Duna építési szabályzatot készítette el részben, a terv készítésében is részt vettem, más tervek mellett. Tulajdonképpen ez is kapcsolódik egy kicsit ahhoz, ami ez a bizonyos 2015-ös törvény, hogy a főváros megkapta ezt a Duna melletti területet, egy nagyon szűk sávot, ami közvetlenül a Duna melletti telkeket érinti. Ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak olyan részek, ahol ez körülbelül egy méter széles, vagy még kevesebb, tehát hogy ilyen nagyon vékony részek. És vannak olyan részek, ahol nem voltak elég szemfülesek a kerületek, és benne maradtak egészen nagy telkek is. De tulajdonképpen itt lent, itt ezen a területen, a DÉSZ alapvetően a rakpartot érinti, tehát ezt az alsó rakpartot érinti. Ez már egy nagyon-nagyon régi meccs a főváros és a Mahart állam és magáncégek között, hogy tulajdonképpen van egy olyan, ez egy darásfészek igazából. Tehát, hogy a víznek a területe az az állami, a rakpart az ugye a fővárosnak van használatra átadva, tulajdonképpen egy ilyen tulajdonosi használatra átadva, és körülbelül mondjuk itt ettől a faltól kezdve pedig a kerületé. Tehát egy ilyen nagyon furcsa ilyen használati és tulajdon viszonyok vannak itt hosszában a Duna mellett, és azt is lehet látni, hogy tulajdonképpen ezeknek a hajóknak a hasznát, azt, és én most ezt így ki fogom mondani, hogy magáncégek, a Mahartal kapcsolatos magáncégek, neveket nem fogok mondani, nyilván mindenki el tudja képzelni, ezeket Magyarországon kapják meg a legnagyobb hasznát, és egy nagyon töredékét pedig a főváros. És közben a fővárosi emberek, kerületi és fővárosi emberek, azok, akik és turisták, akik emiatt nem tudják nézni a Dunának a látványát. És ez egy borzasztó nagy konfliktus, és nyilván amiatt, mert ennyire különböző típusú és különböző érdekérvényesítésű érdekeltek vannak ebben a sztoriban. Ez egy nagyon nehéz dolog, és a fővárosnak az a, mondjuk úgy, hogy eszköze lehetséges, hogy valamilyen módon ezzel a szabályozással a használatot próbálja meg szabályozni, azt, hogy hol lehet és hogyan lehet kikötni ezen a területen. És megkérdezem az Zolit, hogy esetleg ehhez akar-e kapcsolódni. Igen, mert hát ezzel kapcsolatban vannak viszonylag új fejlemények. Tavasszal hosszú évek vajudása után elfogadott a fővárosi önkormányzat egy bizonyos szabályozást, tehát ugye két dolog tartozik a fővárosra. Egyrészt a vagyonkezelője ennek a hol egy méter széles, hol mélyebb teleknek, tehát tulajdonképpen a kikötő hasznosítási jogok a fővárosnál vannak. Másik pedig, hogy erre egyfajta építési szabályzattal el tudja azt is rendelni, amit egy építési szabályzatban rögzíteni lehet, hogy milyen használati módokat engedélyez meg, milyen építményeket, milyen terheléseket, tehát ugye itt elsősorban a zajterhelésre kell majd visszatérni. Most, ahogy Marian mondta, ez egy darásfészek, és belenyúltunk, és egyelőre össze vagyunk csípve, mert hát megtörténtek az első határozott kardvágások, és például a hídfők környékéről
kivettük a kikötési lehetőséget. Tehát egészen konkrétan a Lánchíd kit. Lánchídtól északra délre nem állhatnak olyan közel hajók, mint ahogy most állunk. Az Erzsébet híd alatt nem állhatnak hajók, sem Pesten, sem Budán nincsen. Tehát ezeket egy rendteremtés érdekében valamennyire szabályoztuk. Na most mi az igazi gond? Az az, hogy hát van olyan hajós társaság, mint a Maharta, akinek nagyon sok kikötője van, de van olyan hajós társaság is, akinek csak egy van, de az az ő működésének az alapfeltétele, és hogyha pont azt megszüntetjük, akkor ő vele, hát, hogy úgy mondjam, kitoltunk. De ennek bele kell tudni férni, majd átrendeződik ez a dolog, és éppen a hónap végén egy munkacsoport fog ezzel kapcsolatban indulni, hogy ezeket újra gondoljuk. Mert hát közben nem csak ez a szempont érvényesült, hogy az átlag polgára parton sétálva ráláthasson a vízre, és ne egy gazdasági társaság adja bérbe azt a látványt, amit tulajdonképpen itt elvesznek tőlünk. Most csak azoknak mondom, akik kicsit hátrébb vannak, éppen elment egy hajó előlünk, tehát mostan átlátunk a Dunára, de eddig itt... Igen. Tehát, hogy nem csak ez a kérdés, hogy ki sajátítja ki Budapest panorámáját, aki hajóval köt ki, az se sokat fizet érte, nyilván aki pedig csak elsétál, az semennyit nem fog fizetni érte, de ez egy alapkérdés, hogy ki hasznosíthatja ezt a csodálatos adottságot. Ugyanakkor én azért megengedő vagyok, mert egy folyóparti város hajók nélkül az olyan, mint egy horvát kisváros hajók nélkül a kikötőben, tehát elképzelhetetlen. Tehát ez hozzá tartozik a Duna hosszú történeti használatához, minden ilyesmihez. Tehát ez az egyik. A másik ilyen nagyon hát kemény történet, ez az újpesti rakparton történt, mert kicsit az alakult ki, hogy a szállodahajók azok itt a város belső részén Belgrád rakparton vannak, Belgrád rakparton délre egy kicsit, a Lánchíd főben, ahogy említettem, és a rendezvényhajók pedig fölköltöztek az újpesti rakpartra. Az egy viszonylag hosszú és számukra kényelmesen elérhető helyszínné alakult. De az a nehézség adódott most már jó pár éve, hogy ezek a rendezvényhajók egyre nagyobb turistaforgalmat bonyolítanak le, ugye a rendezvényhajó nem mozdul el, az ott áll, vagy éppen elmegy, tesz egy kis kört és visszahozza a vendégeket, de a vendégek közben esznek és isznak. És amikor megérkeznek a kirándulás végére, akkor az Újlipót városon a lakóterületen keresztül hát viszonylag hangoskodva vonulnak át. És ezt a 13. kerület nem akarta így fenntartani, és hát minden politikai erejével azon volt, hogy a főváros minél kevesebb hajót engedjen meg ott kikötni, ott is csak, főleg csak szállodahajókat. Tehát itt van egy ilyen alapgondolat, hogy a szállodahajókat, amik a lakókörnyezettel azért egy kicsit jobban összesimulnak, oda följebb tenni, és a Belgrád rakpartra, ahol a déli belvárosnak amúgy is egy ilyen turisztikai forgalmú része van, oda behozni a parti hajókat, vagy a műegyetem elé átvinni, mert a műegyetem előtt pedig senkit nem zavar. De hangsúlyozom, ez most, amit elmondtam, ez egy munkaközi folyamat, tehát egy nagy piros munkaközi pecsétet kell rajta elképzelni, mert indulnak folyamatosan ezek az egyeztetések, hogy akkor az igazi használat, amiben 2026 végén van egy nagy váltás, mert akkor járnak le itt a szerződések nagyon nagy részben, az akkor egy új helyzetet tud létrehozni, és én remélem, hogy ebbe azért lehet racionalizálni egy kicsit. Köszönöm.
Én csak annyit tennék hozzá, ez nem feltétlenül csak a dész, hanem a hajók jelenléte, hogy ugye elvileg ezeknek a hajóknak nagyon erős szabályozás van, hogy nem engedhetnek semmilyen szennyeződést a Dunába. Ennek ellenére, hogy ez nem csak városi legenda, hogy azért néha jön ki belőlük szennyeződés, tehát hogy ez szerintem egy kicsit ilyen, nem tudom, a közösség erejével is lehetne hatni rá, hogy ha bárki ilyet lát, akkor azonnal videózza le, tegye föl közösségi médiára. Most például Linzbe volt egy ilyen felsőbb Duna szakaszon, hogy valaki levideózta, hogy ereszti bele az ilyen egyik ilyen hotelhajó a szennyvizét a Dunába, és hogy óriási nagy botrány volt belőle. Szóval ezt mindenkit, hogyha lát ilyet, azt azonnal kapja elő a telefonját. De gondolod, hogy nálunk is lenne belőle botrány, mert minthogy lenne következménye? Meg kell próbálni. Ha nincs felvétel, akkor biztos nincs, de... És akkor még a közlekedéssel kapcsolatban, ugye gyakorlatilag a rakpartnál nem tudunk amellett elmenni, hogy szinte végig egy autóútról beszélünk. Ugye ez most pár éve már működik, hogy nyárra, vagy akár az ősznek egy bizonyos időszakára teljesen vagy részlegesen itt le vannak zárva szakaszok. Kicsit így a jövő érdekelne, hogy akkor e felé fogunk-e menni, mik most az elfogadott tervek, lesz-e olyan rész, ami teljesen le lesz zárva hosszú távon is, vagy lesz valamiféle kompromisszumos megoldás, hogy kevesebb autóút, több fa, több bicikliút, stb. Én nem is Budapestről beszélnék itt rögtön elsőként, hanem arról, amiket azokat a példákat, amiket nekünk néznünk kell innen Budapestről, és hogy nyilván ez egy ilyen léptékű városnak, azokat a léptékű városokat kell nézni, és azokat a folyópartokat, például Lyont, Párizst kell nézni, és megint egy emléket szeretnék elmesélni, hogy 98-ban egy ösztöndíjjal voltam Párizsban, és rendszeresen azt néztük a hidakról, így állva így a hétköznapokon, hogy hogyan mennek a rakparton az autók, pontosabban hogyan állnak a rakparton az autók, folyamatosan álltak és dudáltak, és akkor magamban gondoltam is, hogy na, ott sincsen kolbászból a kerítés, és pont ezért volt nagyon meglepő, amikor egyszer valamiért hétvégén is lementem, és teljesen üres volt. És ugye akkoriban elég sok tüntetés volt itthon, úgyhogy rögtön beindult az a reflex, hogy tuti, most tüntetés lesz, azért tűntek el, mert hogy rendőrök is voltak, és akkor így már így rögtön így elkezdtem kérdezgetni, hogy mi van most, hogy itt is ez van, és akkor mondták, hogy hát hétvégére le van zárva, tessék itt egy görkorcsolya, nem akarsz görkorcsolyázni? Melyik év volt még? Ez 98, és igazából ez nekem egy ilyen nagyon alapélmény volt, és utána elkezdtem figyelni, hogy mi történik. És ez egy hosszú folyamat volt, amit tulajdonképpen először egy ilyen lehetőségként történt meg ez a lezárás, és olyan nagyon nagy volt a lakossági sikere ennek, hogy tulajdonképpen a lakossági nyomás volt az, ami tovább éltette ezt a dolgot, és Párizsnak a vezetése, aki akkoriban egyébként egy fiatal nő volt az alpolgármester és a városfejlesztésért felelős személy, aki ma már a polgármestere Párizsnak. Tehát tulajdonképpen... És igen, ez a legfrissebb hír, hogy úszik a Zajnában. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen fantasztikus dolog, hogy... Ez egy ilyen óriási projektje volt neki, így egyrészt évről évre történt ez a fajta használat, amit az előbb itt már említettünk, és ez a Pári plázs, és tulajdonképpen egy ilyen alulról jövő erősítéssel, egy ilyen alulról jövő kezdeményezéssel, egy ilyen használatváltoztatással indult el ez a folyamat, ami ma már egy ilyen teljesen hivatalos mederben van, és gyakorlatilag egy ilyen fantasztikus városfejlesztési folyamatban azt látjuk, hogy ez most már így intézményesült. És persze ott is vannak ezek a tiltakozások, hogy jaj, bedugul a rakpart, és akkor, hogy, vagyis, hogy jaj, hogyha nem lehet menni a rakparton, akkor majd megáll a város, és meghal a város, ami mindig itt is van, bárhol van egy útlezárás, és aztán mindig kiderül, hogy a város ennél sokkal rugalmasabb. És éppen ezért csináltak egy nagyon nagy felmérést is pár éve, ami pont amikor ennek az intézményesülésnek, ezeknek a terveknek a
az elkészítéséhez kapcsolódott itt a 10-es években, és ez a felmérés az azt mutatta, hogy tulajdonképpen a párizsiak szeretnék, hogy ott ne lehessen autóval menni, és hogy nagyon érdekes volt, hogy amikor megnézték azt, hogy milyen százalékban oszlik meg az, hogy kik azok, akik szeretnék, és kik azok, akik nem, akik a régióban laknak, és átközlekedésre használják, ők szeretnék leginkább, hogy lehessen autóval menni, akik pedig ott laknak bent a városban, ők pedig azt szeretnék, hogy ne lehessen menni, és egyébként van egy ilyen életkorbeli eloszlás is, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy ilyen tudatosság, egy ilyen felnőttsége is a városlakóknak, hogy mennyire értik meg azt, hogy nem feltétlenül a mindennapi autóhasználat az, amivel a legkényelmesebbé tudják tenni a városukat, hanem az, hogyha tudnak levegőt venni. Egy dolgot azért el kell mondani, mert azért valamennyire ebben is kiegyensúlyozottságra kell törekedni, tehát nem lehet nagy tabularázákat csinálni, nem lehet mindenhonnan kitiltani az autókat, hogy majd rugalmasan, majd valahogy fölveszi a város. Amivel most kísérletezünk az az, hogy a pesti oldalon kipróbálni ezt, hogy megnyitjuk a lakosság számára és lezárjuk az autók elől. A budai oldalon ugyanezt nem tudjuk megcsinálni, mert a budai oldalnak egyszerűen a dombok miatt az adottságai olyanok, hogy észak-déli kapcsolatot csak a Margit körút alkotás utca vonal tud biztosítani, vagy a rakpart. És ott tényleg látszik, amikor árvíz idején a rakpartot nem lehet használni, akkor bedöglik az alkotás utca. Tehát ezekkel azért valamennyire számolni kell. De itt most ezt elkezdtük kipróbálni. Én azt gondolom, hogy az asztalon vannak ennek a szakasznak a tervei is, meg a Belgrád rakpartnak a tervei is, de mi már egy hosszabb távú gondolkodásban már úgy számolunk, hogy a Közraktár utcán is kisebb forgalom érkezik, tehát valahol a Petőfi hídtól északra már ez az átmenő forgalom nem érkezik be a városba. Tehát el lehet kerülni ezt a szakaszt, történetesen a Hungária körúton keresztül, ami, hogyha térképre nézünk, az nagyjából ugyanaz, csak egy tükörképe a vonalnak. És hát amit Maria mond, az kinyit egy egészen más kérdést, hogy tényleg Budapest azokba az autókba fullad bele, amelyek az agglomerációból érkeznek nap mint nap, és mennek haza nap mint nap. Budapest nem a budapestiek autóiba fullad bele, azok még elférnének, csak hát ugye mindig az Egy dugóban megszámolni, hogy hány pesti van, hány nem pesti van, ez egy nehezebb kihívás. Ezt így nem tudjuk, de tényes. Mondjuk abból tudhatjuk, hogy például éjszakára hogy kiürül a város, tehát hogy autóilag, hogy hirtelen mennyi parkolóhely lesz, stb. Tehát ezért ez mondjuk sokat mondó. Igen, tehát itt ez egy más szinten átgondolandó kérdés a rakpartoktól függetlenül is. Nyilván mi szeretnénk, hogyha minél gyorsabban történne ez a folyamat, de amúgy ezt azért belátja mindenki, hogy ezt nem lehet így egyik napról a másikra, és ugye itt a pesti alsó rakparton is, akkor 2020-ban először volt ez a hétvégi megnyitás, mondjuk ez a Covid alatt volt, tehát akkor már senkit semmi nem érdekelt, szóval ilyen szempontból szerencsés volt, de hogy gyakorlatilag ez a hétvégi megnyitás, ez így teljesen beépült a város életébe, szóval azt lehet látni, hogy most már egy cikk se ír róla senki, hogy jaj, lezárták a rakpartot. Szóval, hogy ez tényleg így adaptálódik hozzá a város, hogy most ez már ilyen Budapest. És akkor mik azok a beruházások, amik konkrétan meg fognak valósulni a következő néhány évben? Tehát ugye itt már látunk, itt is most pont egy ilyen feltúrással, ilyen kő felszedéssel szemben ülünk. Tehát, hogy ide például akkor fák fognak kerülni, tehát sokkal több lesz a fa, lesz, nem tudom, akkor konkrétan kijelölt bicikliút, lesz konkrét gyalogút, kevesebb autósáv lesz. Tehát mi az, ami reálisan a következő pár évben itt tényleg meg fog valósulni? Minden szóra nehéz reflektálni, tehát ez, hogy konkrétan, reálisan, pár éven belül, ez csak ezzel van a hiba, de azt, hogy a terveken mi van, azt el tudom mondani.
valóban van több zöld, valóban van több bútor, árnyékolóval kiegészített bútor, tehát hogyha nincsen faárnyék, akkor valahogy azt kell megoldani, hogy azért mégiscsak be lehessen egy vászontető alá kerülni. Az útnak ez az aszfaltsávja, ez eltűnik, megszűnik, és ehelyett is ez a nagy kockakő lesz, mint amit most a rakparton látunk. De marad benne egy szervizút. A szervizút az ahhoz kell, hogy egyáltalán mentő tűzoltó ki tudjon jönni, hogy a hajóállomásokhoz azért valamilyen szervizforgalmat lehessen biztosítani. Szóba került az is, hogy taxik jöhetnek-e, vagy nem jöhetnek. De alapvetően nem akarunk dedikált bicikliutat kijelölni, mert ugye a kerékpár is egy olyan dolog, hogy ameddig nincsen bicikliút, addig nagyon sajnáljuk, hogy a bicikliseknek nincsen meg a rendes közlekedési lehetőség. Ha megvan, akkor jön az a probléma, hogy túl gyorsan mennek. A gyerekeseknek kéne egy másik bicikliút, ahol nem találkoznak a futárokkal, és így tovább. Tehát itt lent nem szeretnénk gyors bicikliútat kijelölni és fenntartani, mert itt éppen a gyalogosoknak szeretnénk egy elsőbséget biztosítani. Egyel feljebb, igen? Egyel feljebb, egyrészt van is már, tehát a Belgrád rakparton lenne bicikliút, és a Apáczai Cseré János utcában is lenne, csak ez még más építkezésekkel függ össze, például a Széchenyi tér átépítésében. Szóval a fővárosnak tulajdonképpen az összes időtávlatban és az összes terstípusban megvannak a Dunapartra vonatkozó tervei, de hát kezdve ott, hogy mi történjen 20-30-ig, tehát a 20-30 Dunában együtt élő város odáig, hogy milyen struktúra terve legyen, például a túloldalon a közlekedés struktúra terve készült el, ott is vannak tulajdonképpen ott, sokkal nagyobb prioritást kap a hosszonti közlekedés, de ott is vannak olyan szakaszok és olyan terek, amik átépülhetnek, és részben már át is épültek. Tehát, hogy tulajdonképpen a tervek azok, azt gondolom, hogy most így fogom mondani, nagyon korszerűek, és nagyon-nagyon szupervíziót, és nagyon magas szakmaisággal elkészültek, én ezt mondhatom. Az, hogy ebből mi fog megvalósulni, az mindig a forrásnak a kérdése, és akkor itt most egy kicsit a Budapest stratégiára és ami szintén van a fővárosnak egy stratégiája, hogy 20-27-ig minek kell elkészülnie, vagy mi az, amit be tud tervezni, az már eleve ez a stratégia, ez olyan módon készült el, ami figyelembe veszi azt, hogy különböző típusú forrás lehetőségek vannak onnantól kezdve, hogy mondjuk a Covid után az EU források, a különböző a kormánnyal való viszony, és így tovább, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az SMLX-ből most az S verziót csinálja a főváros, és ez is egyébként attól függ, hogy tulajdonképpen ezek a prioritások, ezek hová helyeződnek. Az biztos, hogy mindig egy Dunapart, egy folyópart, az egy olyan lehetőség a városnak, ami egy arcát adja. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy középkori városnak az összképét, azt meg tudjuk nézni egy vedután, ahol látszanak a tornyok, látszik a városfal, egybe tudjuk látni a várost. A modern városnak ez ilyenje nincsen, hanem az egyedüli ilyen lehetőség az, amikor egy folyópartot látunk, mert ott van az, amikor egybe látjuk a várost. És tulajdonképpen ezért is van az, hogy a fővárosnak ennyire fontos a folyópart, hiszen ez minden szinten az élhetőségtől kezdve a városbrandig, a közlekedésig, mindenféle szinteken ez egy borzasztó fontos területe, és egy nagyon látható területe, nem csak az itt élőknek, hanem az ideérkezőknek is. És tulajdonképpen ezért ez mindig is egy prioritás, és az, hogy ez milyen módon valósul meg, és most egy ilyen kicsit ilyen lépésről lépésre valósul meg, hogy már a fákat már el lehet ültetni addig is. Ez nyilván elsősorban a forrásoknak a kérdése, de hogy igazából azért nagyon reménykedünk, mint városlakók, hogy azért ez fog változni ez a helyzet, és nyilván az, hogy már a főváros megkaphat közvetlen Európai Uniós forrásokat, ez olyan lehetőséget ad, ami változtathat azon, hogy változtathat
változtathat azon, hogy milyen időtávlatban fognak ténylegesen megvalósulni a tervek? Én annyit tennék hozzá, hogy szerintem nagyon fontos magával a tervekben, meg a hosszú távú használatban, hogy ezek a területek pláne, hogy ennyire nagyon szép részei a városnak, és hogy van egy óriási igény, hogy még növekedjen is a turizmus Budapesten, és hogy szerintünk ez egy óriási nagy veszélyforrása ezeknek a területeknek, hogy ezek teljesen turisztifikálódnak. Szóval, hogy ezek olyan részei lesznek majd a városnak, ahol csak turisták tartózkodnak, úgyhogy mi nagyon szeretnénk, hogyha mindenféle egyéb szabályozási módokkal a város figyelne arra, hogy egy-egy ilyen nagyon értékes területnek akár a boltok megjelenése, a kikötők, a mindennek a szabályozása az úgy legyen átgondolva, hogy a helyi lakosok is minél nagyobb szerepet kapjanak. Erre jelenleg nincs túl sok jó példa egyébként, tehát hogy azt látjuk a többi nagyvárosban is, hogy belefulladnak a turizmusba, de hogy nagyon fontos lenne, hogy Budapest az minél hamarabb kezdjen el tanulni ezekből a szituációkból és helyzetekből. Nagyon fontos, amit most mondtál, Cili, mert ez a turisztifikálódás, vagy túlturizmus, erre ez a szó használatos mostanában, ez még azokon a helyeken is feszültséget okoz, ahol lényegesen kiegyensúlyozottabbak a viszonyok. Tehát, hogyha én most Barcelonára gondolok, Barcelona a 92-es olimpiára egy fantasztikus partot épített magának, egyszerűen nem volt iparterületek foglalták el a tengerpartot, és addig vitték oda a homokot, ameddig egy 5 kilométer hosszú plázs nem lett belőle. Ez nem a turistákat szolgálja, ez a helyi lakosokat is szolgálja. De Barcelonában ezzel együtt a túlturizmus egy olyan, hát most már lassan robbanás közeli gyűlölet hozott létre, hogy már a helyi lakók már egyáltalán nem kívánják a turistákat. Másfelől pedig azt is tudjuk, hogy a turizmus az a nemzeti gazdaságoknak egy igen komoly részét teszi. Tehát sok ember él belőle, a GDP-nek egy ilyen 16 Budapesten 20%-os részét tudja adni. Tehát ez egy létező jelenség. Ma nem vasgyárakat építenek a városokba, hanem turista felvonulási területként kezelik a folyópartjaikat, és a hídjaikat, és a váraikat. Tehát ez itt van velünk, és erre tényleg nagyon fontos, hogy fölhívtad a figyelmet. Én ebben a turizmus témában szeretnék két abszolút pici kis dolgot megemlíteni. Az egyik az, hogy tulajdonképpen addig, amíg nem volt ez a fajta lezárás, tehát mondjuk 2016 környéken, mondjuk pont akkor csináltunk egy vizsgálatot, és azt fényképeztük, hogy hogyan próbálnak az életüket teljesen veszélyeztetve átjutni itt az autó folyamon a turisták a Dunához. Tehát egy őrült nagy igény az, hogy valaki eljön egy városba, aminek van folyója, és oda menjen a folyópartra, ami ráadásul világörök. És azt gondolom, hogy ez egy katalizátor is. Most én nem a túlturizmusra reagálnék, hanem erre. És a másik pedig az, hogy itt vagyunk ebben a gyönyörű városunkban, és amikor 2017-ben ugye felújították a Szabadsághidat, és le volt zárva ez a Szabadsághíd, és ott voltak rajta a munkások, és aztán tulajdonképpen hosszabb ideig volt lezárva, mint szükséges, hiszen utána még ott azt a deltát is ott a Gellért rakparton ott még csinálták, és tulajdonképpen pont ezek a fiatal spanyol turisták és fiatal mindenféle európai és nem európai turisták voltak azok, akik felfedeztették a város lakókkal azt, hogy ezzel a híddal lehet valamit csinálni, hiszen ők voltak azok, akik elkezdtek kiülni a hídnak a korlátja, vagy erre a szerkezetére, és tulajdonképpen ez az egész Szabi híd, ez azt gondolom, hogy innen indult valahol el, és mutatta meg ezeknek az élhetetlen budapestieknek, hogy egy ilyen fantasztikus helyen élnek. Egyébként itt... Bocsánat,
Nem, hogy itt ez a Jane Anning rakparton, itt valóban az volt, hogy itt régen csak turisták voltak életük kockáztatásával. Most itt gyakorlatilag javult a helyzet, tehát most megnövekedett a helyi lakosok aránya. Én csak arra azt vizionáltam előre, hogy ne történjen az, hogy 5 év múlva meg már megint csak 98%-ban. Én nekem erről most egy más dolog jutott eszembe, Berlinben voltam 2 hete, és Berlinben ugye nincsen egy ilyen szép folyópart és ilyen fantasztikus helyszín, meg városkép, de vannak kisebb-nagyobb hidak, és a kisebb-nagyobb a csatornák fölött, és a nép kiül naplementét nézni. Most tegye fel a kezét, aki az idén végignézett egy naplementét, itt a rakparton biztos, de mondjuk, hogy valahova elment azért, mert én nem szoktam naplemente nézésre elmenni valahogy, és akkor viszik a sörüket, viszik zeneeszközöket, akár játszanak, akár koncertzenét hallgatnak, és eltöltenek 1,5-2 órát naplemente nézéssel. Hát én ezt kívánom ennek a rakpartnak is, ez azért egy jó helyszín ehhez. Csánat, én törzöm a kérdésemet. Igen, sok. Éve beszélnek arról a város tervezők, vagy nem tudom valójában kik, hogy a Dunán is lehetne közlekedni. Tehát mikor voltak ezek a kis hajók, amivel el lehetett menni a rómaira, az nagyon-nagyon jó volt, és az nagyon hiányzik. És arról is beszéltek annó, vagy tervezték, hogy például a Dunakanyarba lakók, akik kocsival jönnek be, hogy ilyen gyors vízibuszokkal bejöhetnének a városba. Na most ez még mindig ilyen utópia? Hát ez az utóbbi, ez utópia, de én úgy tudom, és ezért most én nem vagyok BKK-s, meg BKV-s utastájékoztató, úgyhogy lehet, hogy nem pontos az információm, de körhajójárat van, amiről le lehet szállni bárhol. Hát a belvárosban van, csak itt a... Mert ugye kiderült erről a hajójárat, ezekről a hajójáratokról, hogy a leginkább városnéző hajóként lehet használni. És nagyon-nagyon sok van használni. Hát mi is úgy nőttünk föl, persze. Igen. Nem, inkább az volt, hogy még egy kis hajó, és az is ilyen vagán kézben volt, kiadva, és nem szívülteni. Hát... Hát ezt mi is szeretnénk, igen, és meg gyors hajóflottával, tehát olyan, ami mondjuk versenyképes a hévvel akár, tehát hogy a Szentendrei szigettől akár Százhalombattáig lehetne ilyen agglomerációs járat. Igen, sajnos még rengeteg témánk lehetne, viszont igazából most fog lejárni az időnk. Marian, te még szerettél volna valamit mondani, vagy zárszónak valami? Szerintem a legoptimistább gondolatunk ez a naplemente nézés, ez szuper volt egyébként, úgyhogy akkor mindenkinek legalább egy naplemente nézést kívánok a következő évre. Még nyugodtan maradjatok beszélgetni, csak majd kezdődni fog egy koncert, ezért most a hivatalos beszélgetés az véget ér. Köszönöm, hogy itt voltatok. Trust Your Architect beszélgetéssel legközelebb szeptemberben találkozhattok a Kékben. Köszönjük szépen a támogatást a Nemzeti Kulturális Alapnak és a Graphisoftnak. Nélkülük nem lehetnének ezek a kerekasztalok, illetve, hogyha nagyon megszomjaztatok, tudtok fogyasztani szódát és hogy hívják a fröccsöt. Fröccsöt, és akkor nagy tapsot kérek szépen a vendégeinknek. Köszönjük.